Nőtt a megtermelt és a felvásárolt dohánymennyiség 2017-ben. Tavaly 20 hektárral nagyobb területre, közel 3400 hektárra kötöttek termelési szerződést a felvásárló társaságok és a gazdálkodók. Az elmúlt években csökkentek a dohánytermő területek és a támogatások is. Most a magyar kormány közel 5 milliárd forintos támogatást biztosít 2020-ig az ágazatnak. Az OLT Magyarország ZRT 3 éves dohánytermesztési keretszerződést hirdetett meg közel 700 termelőjének, ezzel segítve őket. A legfontosabb szempont a szerződéseknél, hogy a 2016-ban a túltermelés miatt meghozott korlátozásokat ettől az évtől feloldják. 2020-ig évente körülbelül 2000 hektáron 4000 tonna Virginia típusú és 500 hektáron 1000 tonna feletti burley dohány mennyiséget szeretne az OLT megtermeltetni. Ezen kívül mindkét dohányfajta esetében 2018-ra 3%-os alapáremelés jár minden termelőnek, a következő két évben pedig az inflációt követő emelést kaphatnak a gazdálkodók. De megmarad a mennyiségi felárrendszere is a szerződésen felül teljesítő termelőknek. A Virginia esetében hektáronként 1350 és 2800, a Burley-nél pedig 1350 és 2500 kg közötti mennyiségre 160%-os felárat fizet ki az OLT. A dohánytermelés jelenlegi helyzetéről és jövőjéről Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. 2020-ig az ágazat vezetése, a mezőgazdasági kormányzat vezetői kijelentették és biztosították a termelőket arról, hogy azt a támogatást, amit már elmúlt évben, azt megelőző évben kaptunk, ezt 2020-ig ők fent kívánják tartani, ha és amennyiben egyben marad a dohánytermelés. Erről az oldalról most már mondhatnám, hogy akkor hátra dőlhetnénk, csak hogy jön egy újabb probléma. Ez az újabb probléma pedig a most már évről évre jelentkező munkaerőhiány. Mert hogy sajnos a dohányágazatot is elérte az, hogy időszaki dolgozókat, alkalmi munkásokat nem tudunk találni, mert hogy azok más munkaterületre vannak, hogy is mondjam, csak átirányítva. Ez azért is jelentős, mert Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében több, mint 10 000 család folytat dohánytermesztéssel kapcsolatos tevékenységet. 8-10 évvel ezelőtt ez a szám még 20 000 volt. Az OLT számára kiemelten fontos, hogy a világ minden táján egységes elvek alapján történjen a dohánytermesztés. Ezt szolgálja a fenntartható dohánytermesztés program, ami szabályozza a foglalkoztatás rendszerét és a termesztési technológiákat, figyelembe véve azok környezetre gyakorolt hatását. A fenntartható dohánytermelés alatt azt kell értenünk, hogy olyan terméket kell kibocsájtani a termelőknek, amelyik minden szempontból, egészségügyi szempontból, környezetvédelmi szempontból, foglalkoztatás szempontjából maximálisan kielégíti a kor követelményeit. Mint ahogy a felvezetőben volt az OLT Magyarország, ő egy multinacionális cégnek az egyik régiós szervezete. Az OLT az egész világon folytatja a felvásárlást, a dohány felvásárlását, és egy egységes rendszerbe foglalt követelményrendszert támasztanak a dohánytermelőkkel szemben, amit természetesen a cigarettagyárak is, és hát nem beszélve arról, hogy az egészségügyi szervezetek, de a munkaügyi szervezetek is megkövetelnek, és akkor még a környezetvédelemről nem beszéltem. A program magában foglalja, hogy csak legális munkaerőt foglalkoztatnak a termelők, és olyan módon végezzék a tevékenységet, hogy az élhető környezetet ne károsítsák. Ez igaz a növényvédőszerek használatára is. Fontos, hogy a betakarításig annak le kell bomlani, tehát a fogyasztó ezzel már nem találkozhat.